Na szavaztok, nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket a Trollfoci YouTube channel első évadjának 59. epizódjában. A mai epizódban újfent egy már elég jól bevált témába vágunk bele, mégpedig 10 falábú, kétballábas NB1-es külföldi légiós futballistát fogunk nektek bemutatni. Az előző top 10-es videónkhoz rengeteg komment érkezett, tehát rekordszámú komment érkezett, nagyon-nagyon sok játékos küldtetek be, és ebben a videóban benne lesz az, tényleg az összes falábú, kutyaütő, senki ázi, aki megfordult Magyarországon. Essünk is neki! Teljes igénye nélkül kezdjük. Első áldozatunk Augusto Batioja. Batioja. Hatalmas név, komolyan mondom, nem? Kicsit olvasunk róla, jó? Azt mondja, hogy Augusto Batioja Ecuador legnépesebb városában született, Guayaquil városában, ami egyben az ország fő kikötője is. Tehát abban egyetértünk, nem, hogy minden bizonnyal nem ő az ország futballjának a megmentője és legfőbb exportcikke. Valószínűleg nem. Tehát most neked mi jut eszedbe Ecuadorról? Hát az első gondolat, ez nyilván a SES-nek az a kiváló 90-es évekbeli száma. Igen. Azon filóztam, hogy abban az országban tudja, hogy más dal nem is létezik, nem? Tehát, hogy ez ezért ilyen temetési induló, vagy ezzel adják a gyerekeket. Tehát, ja, hogy ők ekvádoriak voltak? A SES? Mit tudom én, de... Ja, nem tudom. Hát a srác ugye egy kikötővárosban született, valószínűleg a szülei eredetileg rákhalásznak szánták. Olyan lett volna, mint a Forrest Gump-ban, hogy buba. Buba, ráklevest. Meg sült rákot, meg rákot nyárson. Meg lehet sütni parázson, főzni, párolni, sütni roston és hirtelen. Van rákvagdalt hús, rákreolmódra. Ült így otthon így Ecuadorba, mindjárt nézem a várost, Guayaquilbe, és így megpörgette a földgömböt, fogta ugye izét, ugye dászlőt, és így búmi beledobta, hogy hova menjek focizni, ha már nem lehet rákhalász, bazd meg. És elment basszus Újvidékre. És hogy a dászlő tudta, hogy Újvidékbe csapódott bele. Na, nézzük meg a Wikipédiáját. Azt mondja, hogy a Szabadkán ugye sztárfocista lett belőle. 23 meccsen 6 gól, ami remek ajánló levél volt a frissen feljutott FK India csapatához. Nem indiai, ez egyébként egy szerb. Tehát, hogy azt néztem, hogy egy darab góllal járult hozzá akármihez, mert azt már lusta voltam kikeresni a... Csatárként! Ezt azért mindig hangsúlyozom, csatárként sikerült neki egy darab gólt lőnie. Az egy darab góljával elvitt az OFK Beográd, ugye, ami... Hát azért, hogyha nem is az első kettő által ugye le van osztva, a Partizán meg a másik Zvezda között. A harmadik, negyedik, azért oda szokott érni ez az OFK, nem? Tényleg középmező. Tényleg fogalmas, hogy a szerb futballra a Partizánt ismerem, meg a Zvezdát, és körülbelül nem mennyi, ennyiben kimerül. Utána átment, ugye, ahogy fogalmazta, Európa legunalmasabb városába, Podgoricába. Igen. Ahol 2013-ban 3 darab meccsen bevetették, 0 gól volt a teljesítménye. És ilyenkor mindig megjönnek kik. Magyar meghívó. DVTK játékos megfigyelő hálózata. Lement Szabadkára vásárolni. Az egész hálózat lement, igen. Nem tudom, hogy milyen megfontolásba hozták el az embert, hogy milyen faszán ül a kis padon. A játékos megfigyelő, mint például, hogy a FIFA-ban menedzser módban szokott lenni, a játékos megfigyelőnek vannak ilyen csillagjai, hogy mint 5 csillag, akkor jó játékos megfigyelő. Szerintem a magyar játékos megfigyelők az ilyen egy-egy csillagosok. Lemennek és akkor így egy perc kivel. Ez jó lesz. Tudod, kinek robot volt? Ez is. Kinek? A Pécsnek. A Pécsnek az meg mindenki gólt rúg. Az összes falábú fasz idején is gólt rúg nekünk. Na. Ki a szélre. Na. Oh. Na onnan. Lesi puskás. De milyen mozgása van ennek a gyereknek? Mit tetszik még egyszer? Mondjuk. Jó, hát jó, de onnan azért illik. Szivics mester. Ennyi idős az emberünk? 28? Hát szerintem már kurva sok a bár. Tényleg? Mű, 28 éves, még van a lábában pár jó év szerintem. 29 meccs, 8 gól! Na figyelj, ő ilyen későn érő típus. Múltkor említettem Luca Tónit, most megint erre kanyarodnék vissza.
Luca Toni barátunk is ilyen 27 éves korára ért meg. Batioá is, figyeld meg! Innentől kezdve Fiorentina, Bayern és így megy föl. Ugye ez a magyar kupa döntő, leadják. Figyelj, érkezik a beadás, Jön a Batioá, figyelj! Luft! Még jól mellé rúgott a csávó, és ott van a bacsa. Tehát, hogy... Hát én nem tudom, hogy mit csinált ezt ember, de mindegy. Tehát az volt a jó, hogy nem találta el. Ott mi fiesta lehetett, nem? Utolsó percben egy-egyet kiarcolni. Ez volt az a meccs, ahol tehát ilyen 11-11 ezer emberre volt két darab sörcsap. De Lufthansa. Szerintem ez ilyen beszokott figura volt. Aha, értem. Figyelj, bele akar rúgni a labdát. Nem. Vele is rúgta volna a kapusba, izomból, vagy fölé. Nézd meg. Hogyan? Aha. Jó. Hát jó. Batioá, köszönjük, hogy voltál. Köszönjük, hogy elmentettél minket a kiváló futballtudásoddal. Következő delikvens. Likes. Likes. Mi van? Hát úgy értik, nem baszd? A gyerek nem tudta kimondani a nevét egész életében, basszus. Likes. Likes, nem? A csávó, hogy rohadtul az jut eszembe, amikor a Székely bácsi fogja Budapestre, tudod? És hogy elmi az állatkertbe, és nézi a zsiráfot, hogy már pedig ilyen állat nincs. Ilyen név sincs a világ. Likes. Nézd ilyen, ifjak nézi ilyen. Ifjak nézi, megkapta egy papírt, a csapatok a szállítását, és így azt a kurva, mi ez, bazd meg? Mondjuk szerintem ifjak nézi még előbb kimondta ezt, mint a hollandok a dzsudzsákot. Bár mondjuk a dzsudzsákat idő után a hollandok megtanulták azért, miután. A gyereket utáltak a szülei, bazd meg ezzel a névvel szerintem. Vagy vezetéknév mondjuk, tehát nem tetted róla. Adó Den Haag, Breda, Roda, csupa veretes holland középcsapat. Hova jön az ember utána? Fehérvára. Hova faszomba jönne, hanem Fehérvára, nem? Hát ennek biztos az volt, hogy a fehérvári titkársága, amikor így beérkezett az átigazolási papírja, így meglátta Gizike néni a titkárnél, minek kell ez a gyerek ide? Ki se tudom olvasni a nevét, ez a hülyeség, adjuk el a fenébe. Szerintem azért, hogy ilyen rövid karrierje Fehérváron, hogy ennek nem tudom kimondani a nevét, adjuk a fenébe. Nem lehet egy Szabót, vagy egy Horvátot, vagy egy Kovácsot, vagy Tóthot, vagy valamit megigazolni. Hát egyszerű, mit kell bonyolítani, nem? Tudja, hogy csávó, nem a csapattársai kezdték ki, nem az edzője basztotta, itt a titkárság, a Gizike néni kinyírta az ember. Az is, hogy megfúrta. Nem kell. Olyan petykákat terjesztette róla, kábítózik. Én láttam, bejött reggel vörös szemekkel, nekem szívta herionos cigit a gyerekkel. Megissza a magáért. Én láttam, este ott volt. Nem, én nem voltam ott, mesélj. De ugye azt vágjátok, hogy a csávó az 6-szoros holland U21-es válogatott, és kétszer befért a B-keretbe is. Hány ilyen tehetség fordul már, még egy kicsit később visszatérünk rá Magyarországon, aki volt már holland U-válogatott, aztán idejött, és a holland U-válogatottban szerintem egyébként minden korosztályban megfordultak 150-en körülbelül. Mert ez ugye Magyarországról már jó ajánló leve volt, holland U-válogatott. Likes. Jó kibaszott veled a geci kurvanyát ezzel a névvel, Likes! Roland, jó kibaszott a geci kurvanyát veled ezzel a névvel, Roland! Itt van! DVTK videót. Figyelj, be is karikáztak az emberünket. Na! Bam! Jó! De mi indítás? Ez volt szarjátékos! Mondjuk ez indítás volt, abban nem vagyok biztos, hogy szándékos volt, mert lehet, hogy nem. De majd figyelj, visszatámadásnál az... Na, azt mondja, el van tévedve a középpályán, pedig védő. Ott aláverte kicsit a gyereknek. Hát a gyerekek, azért de, az előbbi indítása azért... Én abban nem vagyok biztos, hogy ebben volt szándék. Tehát, hogy szerintem lecsúszott neki aztán. De majd jól érkezett a labda, ez tény és valahol csak... Batelle, mit csinál a csávó? Eltaknyol. Na, ő az ott. Igen, most már mutatják. De most mi? Mi ebben a hiba, gyerekek? Jó, ez egy ilyen összevágott videó róla. Tehát, ja, hogy szerintem ki gyűjtötték az ilyen top momentumait a gyereknek. Igen, igen. A pályáról, Trebotic. De most így... Slides. Mit csinál? Ha? Volt.
talán. Hozzáért a labdához. Amúgy szerintem az nem volt egy annyira rossz gyerek, az meg. Hát így most ez alapján, a rövid videó válogatás alapján nem volt rossz. Tehát valami csak... nevével volt gond, amúgy. Ja, nevével volt csak gond? Ja, igen. Hát jó. Hát jó, hát akkor ilyen is felkerülhet a listánkra, aki egyébként jó futballista. Egy magyar focistára hogy gyűjt ezt össze 8 perc és 7 másodpercnyi kiváló anyagot, ahol jó is játszik, jó teljesít. 7 darab mérkőzése volt az egész magyar profiligában, ami ugye elég volt ahhoz, hogy bekapcsolja és a kifogásgenerátor kiválóan megtanulta. Itt van egy cikk, nagyon kellemetlen volt a távozásom, az edzőt lecserélték, ugye hoztak egy csomó játékost a helyére, és állítólag ugye ezért kellett neki mennie. Tehát azt mondja, hogy nem volt neki más választása, el kellett mennie, és a videótokban többet már biztosan nem játszom. Oda mondta, rendben, szia. Szívesen lennék most a videótok helyében. Gondolom így most sóston áradás volt a sok könycseptől, amit hullattak így miatta. Ja nem. Please like my page. Nem leszek viccesebb már, az a helyzet, gyerekek. Tehát ez már lejtő. Tehát, hogy volt valaha pár év, még itt voltam, most már csak lefele mennek a poénok. Hárcizinió Várpor is volt holland U-válogatott, úgy került a Fradihoz. Három darab meccse volt neki. Hát emlékszem, hogy annak idén ezért a Fradinál kb. Mindenkinek örültünk, akire picit felreppent az a hír, hogy tud focizni. Na, hol nevelkedett? Herenverem. Herénveremben. Ja, igen, ezt vágom. A csávónak van, amúgy van egy darab Európa Ligás gólja. Tényleg? A Moldénak rúgott. Igen. Ezt a Zvolléba rúgta a csávó, és ezért hozta el a Fradi. Ja, azt hittem, hogy Fradiban van. A Fradi nem is játszott Moldéban Európa Liga meccset, miért játszott volna. És arra emlékszem, hogy még voltam kint a Fradi 2 meccsein, ott brillírozott néhányszor, de szerintem az első csapatban 8-10 meccsen többje nem volt. Vagy mennyi volt? Nézzük csak, 10 meccs, 1 gól. 10 darab meccs, 1 gól. Meg kell tudni nézni, ez egy gólját. Meg tudjuk, csak az azon filózok basszus, hogy ezeket mi kúrja el itt Magyarországon? És tényleg, hogy hagyjuk a holland sztereotípiákat, hogy mi miért hozzuk őket ide, mert vagy jó a szív, vagy szívós, vagy jó teker, vagy mit tudom én, bazd meg, vagy olcsóban hozzak itt a füvet, vagy bármi. De hogy miért hozták ezeket ide annó? Moniz miatt vajon akkoriban? Az könnyen lehet, mert a Moniz vonalról érkezett ugye annak idején a Jenner is, szerintem meg a Jagdtype, akit legutóbbi részünkben elővettünk, vagy Jagdtype, vagy Jagdtype, vagy nem tudom, hogy kell ejteni pontosan. Igen, a Moniz miatt, meg gondolom a Moniznak megvoltak így a holland kontaktjai, és szerintem hát ezek ilyen, hát ott már senkinek nem kellettek, focisták voltak. Nápolt, gól, FTC, a Pécs megvan. Egyetlen gólt nő Magyarországon ez is. Kinek? A Pécsnek. Ez az. Baszki. Na mutassa ezt a Vápor gólt. Na jó van, nekem elegem van. De ide jön egy csomó szánalmas kutya. Nem valami nagy szám, ez a mai PMFC. Vápor, nem most már őket. És ráadásul Pécsen. Onnan nem illik üres kapura. Hát ez az. Ki kapta? A Dibusz? Remélem a Dibusz kapta. Szerintem, de. Szerintem, igen, mert a Váport már nem volt a Fradiban, amikor a Dibusz oda került, szerintem. Józsi Gyuri, Jézusom, milyen kutyaütő Fradi. Milyen tiszta voltam ez, de mi? Ettől a kutyaütő Fraditól hogy lehet kikapni? Most őszintén. Jenner azért nem volt olyan rossz, szerintem. Ricardo Moniz nyáron is izé pufi kabátban. Tényleg rendszeresen abban volt az ember, nem? Az anyukájával jött a labdában. 40 fok volt kint az ülőjúton, egyszer izé rövid nadrágban, meg atlétában mindenki izével törölgette a homlokát, az meg átott a nagy pufi kabátjával. Ez ugye ez mének is voltak ezek. Igen, persze. De most megnézem, hogy ki kapta. Ja, Váportnál vagyunk. Adibusz kapta a gólt. Mondom, hogy jó van. Akkor ez ide miért? Na, ugye hát, Dibusz már Fradiban van, úgyhogy... De nézd, gólnál egy Dibusz kiment kicsit a rokonok elé. Látod, mit csinált a Dibusz amúgy? Mondom, kiment rokonok elé. Miért nem jutott be? Állomásra Váport meg valahogy betalált balra. De majd nagyon rúgta. Igen, úgy talált bele, hogy ki volt? Böde? Böde felugrott? Nem, Böde, akkor majd nem volt. Hát a faszom már ki van, komolyan mondom ezeket. Mindenki a Hazdeni a Váport. De egyébként tényleg egy színes bőrű játékost, egy feketétől azért elvárná az ember, hogy legalább gyorsaságban oda tegyé magát. Váportot szerintem Józsi Gyuri is lefutotta. De
egyébként nincsen bögyöm bele Józsi Gyuri, mert most biztos nincs. Azt hiszitek, hogy mindig őt szerem elő. Abszolút is, de hogy bögyében Józsi Gyuri, Tomi mosószer reklám volt. Tomi mosószer reklám volt, de hát mondjuk futni sem annyira tudod. Egyébként minden más megvolt benne, ami futballistához kell, pár kivételt leszámítva, a gyorsaságot, a cselezőkészséget. Nagyon ki van akadva Józsi Gyuri, nagyon. Hogy ez most milyen videó lesz most komolyan? Ja, tök jó volt. Jó, ebből mi lesz? Egyszer találkoztam a Józsi Gyurival a pesti éjszakában is, és igaz, hogy illumináltában voltam neki. Én mondtam, hogy Gyuri, tudom mindenki utál. De neked a játék a posztodból kifolyol a te játékod, nem látványod. Jó vagy Gyuri, Gám, jó vagy. Mindjárt mondtam. Amikor szembe kerültél, akkor izé nem. Utána kezdtem el nem annyira szeretni. Vagy a szeretet lesed volt. Ez ilyen kezdeti, nem tudom, lelkesedés volt még amikor ő ide került. Győrből került ő ide, azt hiszem. De azt nem tárgyalt, hogy a Józsi Gyuri. Jó, tudom, nem bírom elengedni. Nem veszünk fel egy külön részt Józsi Gyuriról? Tényleg. Hogy áll az ember a pályát, az annak idejét lehetett venni. Geci Kentrail! Azóta, hogy a Fradi Shopban mindig nyomtattak egy csomó meszt, így nevekkel meg számokkal, és voltak olyan mezek, amikből kurva sokat lehetett kapni mindig akciósan. Józsi Gyuri meg Fölöskei, mert senki nem vette Fölöskei. Következő delikvensünk. Andrea Mancini. És azért igaz, erre konkrét remélyszer a gyerekre az igazolták le, mert a Roberto Mancininek a fia. De várjál, tehát az a tényleg, hogy sikeredző vagy bazd meg Olaszországban. Tehát nyered bazd meg sorra a bajnokságokat. Jó játékos voltál. Persze. 36-szoros olasz válogatott a Mancini, basszus. Sampdoria legenda az ember. A Roberto. Igen. A fater. A gyerek az nem. Nem. Tehát, nem. Hogy tehát a csávó az mindig megfogta a gyereket, és így elvitte magával, amerre ment basszus. De ugye kiment a Cityhez, ugye? Vagy vannak is lett, ugye, Cityvel? Igen. És a gyereket ugye odaadta Old Hand-be, hogy fotizgassa, hogy ő hülye gyerek, az amíg itt lakó. Onnan is visszaküdték a csávót. Aztán nézem, van ott egy Real Valladolid, első számú csapatban nem lépett pályára. Aztán elment 2013-ban, június 24-én a Honvédhoz. Hogy tényleg egy annyira jó edző vagy, nyer sorba minden basszus, tehát te vagy maga a labdarúgás, és a fiad meg konkrétan egy szar. Hát, hogy figyelj, ezért, nem örökölte azokat, az anyja génjeit örökölte, na. Látom a lelki szemeimmel, hogy ülnek ott a Manchester City-nek a gála vacsoráján, hogy megnyertek a bajnokságot, hogy a Mancini, tudod, iszogatnak, és itt megjön a fia, tudod, Old Hamből, és cső a partné, vagyok, és így... apa, és szia, te ki vagy? Kérsz egy autogramot, gyere, hogy is hívnak? A szekusnak vezessétek már. Apa, én vagyok. A többiek megsajnálják, tudod, hogy na azért Robert, azért mégiscsak ő a fiad, és így, nem, az én fiam az meghalt, örökbe adtuk, hogy nem tudom, mi volt vele, nekem egy lányom, aki kurva, az inkább vállalom, mint ez. Viszont csomagolyás sütit azért vigyék ki a gyereknek a parkolóba, tudod? A sluckulcsot azért oda gurította neki, mert amúgy a fél négyes busszal jött meg, tudod, hogy itt van ülve a kocsiba, az kussolja, hallgassa MP3-at, vagy valami. De hogy a faszomban néztél ki Kispesten? De ugye annyi mondtad? Annyi elég volt, baszki, nem? Hát a fia, a Kispadon, jó gyerek is, jó. Hát meg jó csengő név azért. Honvéd kezében egy Mancini. 11 darab meccset nyomott a Honvédba. 11 darab meccset, ami elég volt ahhoz, bazd meg. Hogy a kurva DC United hallott Washingtonból, tehát így nem miért tudom, utána az apja Washingtonba költözött azért, mert nem, szerintem nem, kurvára nem. Tehát, hogy ja. Washingtonból, hogy a faszomba lehet megfigyelni ezt a gyereket, bazd meg? Hogy nem tudom, lementek a kökire, vonattal, vagy mi a fasz? Hány meccs volt, hogy a 11? 11. Pont 11-et több, mint amennyit kellett volna játszani. Szóval a DC United-ben egyszerűen lépett pályára a csávon, rögtön tovább passzoltak a New York Cosmoshoz. Ahol pályára lépett 2 darab percet, ami 120 másodperc ugye. De tényleg most azért mert neked az apád focista, érzed magadon, hogy neked ez annyira nem megy ez a sportág. Annyi gyönyörű sportág van a világon, menjen a futballon kívül. Rákalásznak. Menjen, mit tudom én. Minek hívják azt, mikor egy söpörnek a jégben? Curling. Curlingezni, menjünk curlingezni. Az is hülye, mert labda van benne, vagy korong. De ott csak ezt kell csinálni.
Jó, persze, nyilván ennél kicsit több most, mielőtt a Magyar Curling Szövetség itt a torkon megugrik. Találtam itt egy meccs után nyilatkozatot tőle. Hát ugye 2 darab percet játszott a nagyszerű mérkőzésen, bejutottak a rájátszásba. Szeretném megnyerni a rájátszást, és olyan tapasztalatot gyűjteni, amit hazatérve kamatoztathatok. Olaszországban. Olaszországban, bazd meg. 24 évesen. Mi a paszt akarsz kamatoztatni? 24 éve. Lehet, hogy 24 évesen gondoltam úgy, hogy megtanul kicsit futballt. Soha nem késő, én azt mondom, soha nem késő. Luka Tomi! Ne, az már, ő azért tudott. Na, de 24 évesen elkezdeni futballozni, az már nem biztos az ideális korszak. Torricsel is elég késő futott be, nem? Annyi szép sportágon a világ, lehet tollasozni, badminton, vagy mit tudom, minek hívják ezt hivatalosan. Azt nem tudom, hogy most Andrea Mancini kiadott egy gólt. Lupa Roma Lacvilla mérkőzésem. Aha. Ifi 2-ben még lőtt egy gólt valakinek. Na. Oda nézd! Nem is csúnya gólt! Az élete gólja volt szerintem, baszki. Az biztos. Balla? Vagy mi? Nem, jobban lőtte. Balla jobban. Na most itt azt írják, hogy Daniela Rosone. Lupa Roma. Jobban. Na most nem tudjuk, ez ő volt, de az ő nevére ezt adja ki. Szóval... Daniela Rosone. Adjuk meg neki, nem? Megadjuk neki ezt a gólt. I wish all Hungarian family, all the people, Merry Christmas and Happy New Year. I wish all Hungarian families and people Merry Christmas and Happy New Year. De jó képű gyerek, basszus. Miért nem ment a pornószínésznek? Modellnek. Hát modell, lehet, a pornószínésznek nem voltak meg az adottságai. Na most nem kell megítélni. Nézd meg a gyereket. Jó, te jó képű gyerek. Jó képű gyerek. Csajok, majd komizzatok itt lent, hogy jó képű gyerek vagy, nem? Oliver Hűszín, gyerekek. Ez amit mikor beszéltünk a forgatás előtt ugye a belső csetünkben, hogy milyen játékosokat szedjünk össze, hogy írta Levente, hogy mi is dobjunk össze azért egy párat. És erre mondtam, hogy én a 8-10 évvel ezelőtti Ferencvárosból bármikor random mondok 5 olyan fostartály játékost, hogy nem hiszitek el. Mikor a Hűszín az pont nem a 10 évvel ezelőtti. A Hűszín azt hiszem az 3 éve került ide, 4 éve került ide a Ferencvároshoz. De sok nyomot nem hagyott sem a szurkolókban, sem a nem. Most nézzem, milyen csapatoktól jött? Werder Bremen, Hansa Rostock, Barcos. Jó. Igen. De lehet, hogy neki is ez a szindrómája van, mint amit beszéltünk az előbb a holland játékosoknál, hogy egyébként nem egy rossz futballista, Németországban egy közepes szintű futballista, aztán a Magyarországon simán a toppon kéne legyen, de eljön Magyarországra, és így ebbe a közegben nem tudom, beleszürkül, vagy leszarja, vagy nem tudom. Vagy ide jön, és úgy gondolja, hogy ilyen semmi munkával itt hát nézzük meg egy megmozdulását, nem például? Itt van Fradi Vidi. Na. Ott labdával, gólyafos a levegőbe körül. El is vesztik fel éve mindjárt, mi? Na. Indítál? El is kirúgja. Jó, figyelj, ezt így tanítják. Tehát ugye... Ha nem tudsz passzolni, bár... Attól ki kell rúgni a gecibe. Persze. Hát most mi, hagyja haza? Akár, bazd meg! Itt tényleg bármit csinálhatott volna. Bár nem, mert... Kinek? Hova? Miért? Hogy? Tuti föl volt tolva. Ez meg ugye... Ez a feltolt védekezésre operált a videóton azon a meccsen. Igen. Mágnes táblát nem akarsz hozni itt a Rófoci tábla helyett esetleg? Megrémisztette a barátunkat egy picit. De tényleg, úgy régen a holland játékosok érkeztek, és a Thomas Dollal meg jöttek ezek a középszerű, vagy annál sokkal rosszabb német játékosok. Amúgy azt nem tudom, hogy a csávot gyönyörű szép gólt rúgott. Ki? A Hűszín. Túró, tényleg? Mondom. Figyelj, ott megy, talán Partizáni elleni meccs. Arra nem is emlékeztem. Te Bodolf, figyelj! Erre nem emlékeztem. Gyurica elment a picsába, de most komolyan. Figyelj! Rogy! De mivel? Sípcsonta! Jaj, ez volt az ominózus. Jó, Partizáni elleni meccs. Nem ők voltak az albán második helyezettek, akitől a Fradi kikapott. Azután, hogy Orosz Pál elmondta persze az évnyitó beszédében, hogy itt Európa Liga a cél. Mint már vagy 8 éve folyamatosan. Csak hát ez meg kéne verni ilyen albán második helyezett ezüstérmes csapatokat, mint a Partizán. Emlékszel, ugye Hodzsának hívták a Partizáni kapusát? Mint az egy diktátor, mint az albán diktátor, ember Hodzsa. Emlékszel a 11-es ére? Na figyelj, ott áll Hodzsa.
Neki fut az emberünk, neki fut. Nézzük, figyelj! Nagyon csúnya volt. Nem volt kollegiális? Hagyja már, jövő! Nem volt kollegiális? De most mit csinálja? Rúgja fölé! Rúgja ki, basszik, hát rúgja ez valahol. A miért ne lehetne egy pányánkát? Hogyha a divusz alá szalad, akkor hát ez van, gyerekek! Nem volt kollegiális. Csúnya volt. Nem volt kollegiális. Cső. Nem ide, Hűzinktől jutottunk ide, egyébként egy parádés öngól visszatérre. Tehát, hogy egy ilyen behívett labdánál egy bal sípcsonttal bele, és majdnem, hogy kilőtte a rövid felsőt. Na megint Fradi, Rafa volt. De tényleg, de most ez semmi gond nincsen, gyerekek. Figyelj, annyi kutyaütő megfordult abban a csapatban az elmúlt 15 évben, hogy mondom, bármikor, hogy fölütnéd az elmúlt, jó, talán az elmúlt egy-két évet leszámítva, mert most már azért a Fradi ez teljesen másra néz ki, mint annak idején, de fölütnéd azt a könyvet, hogy a Ferencváros 2000, mit tudom én, 9 és 2015 között, és azt a könyvet kinyitod, csak fos játékosok. Fos játékos meg a Lipcsei Peti ugye reaktiválta magát, ő azért még valamit, azt hozzá kell tennem, hogy ugye ezeket a neveket a kommentelőink küldték be, tehát ezeket most nem mi választottuk, ez a ti listátok. Azon filóztam, hogy tehát Orosz Pali akkor már elnök volt? Nem. Ez már Fradi másodosztály Rafa volt, nem? Igen, szerintem akkor került ide, akkor még Orosz Pali nem messze nem voltak. Bár Orosz Pali ugye hát ő akkor... Nem kell belőle, csak mikor a Kubatov elnök lett, ők így csomagban érkeztek, ha jól emlékszem. Hát ez még hogy hívták azt az angol faszit, aki a tulajdonos, aki Sheffieldnek is a tulajdonos. Nem tudod, nála volt a Bobby Davison, nem? Igen, a Bobby Gohm. Sőt, szerintem... Fuck you, Bobby! Fuck your mother! You gotta keep playing. Egy dolgot nagyon gyorsan meg kell tanulnunk, nagyon sok fiatal játékosunk van. Bobby go! Na, ő szerintem egyébként a Davison ide. A Davison idején került ide. Várj, utána nem az MTK-ba játszott. Nem, hogy jött a nagy múltú belga White Star csapatától, harmad osztályba. Azért kicsit ilyen eufemizmus, nem egy fekete gyerek a White Star csapatától. Ebben így érzek némi kontrasztot, de most mindenféle rasszizmust érzek. Kimegyek a szigetre a gyerek. Egyébként milyen lett a fejében? Figyelj, Rafael, jött a menedzser, amikor megmondta az eltől. Jött egy ajánlat a White Star-tól. Kurva vagyok. Szopac, Józsikám, szopac! De komolyan, a White Star-tól. Mutasd, pazd meg. Az a csáv az tényleg egy izé volt, nem? Ilyen Bob Berli hasonlás. És igazad volt, az MTK-hoz ment át. 54 meccsen, 5-ször rúgott gólt. Vagyunk? Igen. Ott tartottunk, hogy a kapusok rettegték már nevét Magyarországon, mert 5 góllal. 5 gólt szerzett ugye az MTK-ban, és onnan jött Maestro. Rettegték a ja. Én rettegtem a nevét, mikor megláttam a kezdőcsapatban, megint. Fügyőmester azért elcsámított a Győrbe. Ahol az meg bajnok lett szerintem, nem? Ez az a csapat. Amikor Győr bajnok lett, akkor Fradiba játszott még. Nem. Akkor, bocsánat. A Gászer FC-nél játszott. Hát egyébként a gyerek jamaikai válogatott is volt, mint egy 8 alkalomban. Jó, mondjuk jamaika csapata annyira nem szar, mint mondjuk a Kajmán-szigetek csapata. De várj, a jamaika az volt VB-n, nem 2000? Voltak VB-n, na tessék. Csávó ugye tényleg a Kajmán-szigetek ellen játszott az utolsó mérkőzését. Na, miért nem is mondok hülyeséget, csak úgy tippen. Igen, és a 43. percben lecserélte magát, hogy az emberek vállukon hordozva át, vagy egy Kingston főterén, basszus. Hát meg akart tapsoltatni magát, mint a Bajner, tudod, azért cseréltette le magát a Kajmán-szigetek ellen.
Édes Istenem. Kormány szigetek. Hát ott nem is élnek emberek, hanem csak pénzt visznek. Ezért pénzmosásra. Hogy csak bankok vannak, banki dolgoznak, akik felszállnak reggel a Miami-ban a gépre, tudod, lenyomják a műszakot, azt visszarepülnek Miami-ba. Hát ott nem élnek emberek. Hát hogy, annak van válogatottja? Hát ott kimegy, bekötött szemveszem, hogy megverem Kormány szigeteket. Hát vagy ők én minket. Egyedül. Vagy ők minket. Tehát most nem két Luxemburgok meg Andorák után itt izéli. Ja, igaz. Nagy menőzni, tehát azért vegye vissza a csodból. Na csávó, az még elment Dunaújvárosba is. Ja, és itt van, hogy volt neki egy bátyja is a... Az a bátyja volt? A Warrior? Igen. Na ő még szarabb volt, mint a Rafael Wolf. Ember, ez... öt meccset segített a front az NBA jutáshoz. Bocsánat, ez a nyelvbotlásban. Kaput nem látta a gyerek, nem, hogy ez egy gólt. Warri volt. Isten, ő tényleg sokkal rosszabb volt nála, hogy a következő részben majd őt szedjük elő. Bár nem tudom, hogy most fogunk róla anyagot találni, mert szerintem egy véletlenül feltöltött 3 másodperces videó rész lett csincsen a gyerekről, de... Ezékiel Henti! Erre emlékszem! Ezékiel Hentesen, hogy egy ország hívtak. De amúgy ő nem volt egy kutyaütőjátékos, basszus. Várják, hogy rúgdost a gólokat. Ő nagyon sok volt rúgott, ezt hozzáteszem. Ő szerintem azért utálta meg mindenki. Hallott, tesó? AC Milan? Miről beszélsz? Specia? Perugia? Rodálvelenje? Tána meg Puskás Akadémia. Igazad van. Hát videótomban is volt a csávó. Ti mány volt lett ez? Kurva sokat rúgdosott a csávó. Tényleg? Hát ahhoz képest. Ahhoz képest, hogy milyen rövid időt töltött és milyen kevés meccsen lépett. Figyelj, nem igazad van. Milyen videóton 15 meccs, 5 gól, mind a harmadik meccsen betalált, azért az nem annyira nagyon. Nem. És de akkor miért került a listára? Na mindjárt mutatom, hogy miért került a listára. Nyomott egy Lazovic ingot? Nagyon rossz tudom. De figyeltet, hogy az alapon elé játék az a tősi? Nem az, Pinyő, ki van készülve, megölték az emberét, basszus, mi a fasz? Mert Pinyő onnan látta, de az alapon elé játék az ütőnek is arra, de egy arcvonáson nem rezzent meg, miközben ezt így végignézte. Még nincs vége, ugye ment a támadás, fölállt, és kivett a labdát. Igen, ezt a játékvezető sárga lappal bírta díjazni neki, de tényleg ezért Lazovic díjas volt azért, nem? Nyilván, hát hogyha Lazovic egy 10-es szint, akkor ez, erre adnék egy 7-est. Nézzük meg egy gólját Fabi ellen. Beretes Puskás Akadémia megindul. Jó, hát hangs volt, mert az 6 lepke, meg 6 hangja torna azt a labdát, de beütött a kapuba. Benne. Gól az gól. Kis gól is gól. Nem kell megmagyarázni, beverte, és akkor mindezek után nézzük, Lovrencs is miért maradt meg a gyepszőnyege. Oh! Az elegáns volt. Figyelj! Köszi. Még egyszer! Ugye ráállap egy figyelj, mi van kis köcsög? És még oda, hát még oda bocsi, is oda bocsi, bocsi, semmi nem volt. De tehát nem elég, hogy agresszív, meg bunkó, másfelől pedig földobja magát. Tehát abszolút, nagyon elegáns, nagyon rendkívül szimpatikus. Opa, szimpatikus játékos. Hol pallírozódott ő? Honnan? Milán. Ja, hogy a Milán, onnan az arc. Értem. Jó, de vegyél, játszott a Milánba. Teljesen mindegy. Perugia, Korika, Ljubljana, Lokomotiv, Moszkva, Bányász. Mi? Banias. A Palesztinából jött ő a videótomba, utána leadták a Puskáshoz, és most az Eszékbe játszik. Eszékbe játszik, hát? Még mai napig nem tudom, hogy a Kleinhezer az még ott játszik, vagy. Eszékben? Nem, hát ez a Kazasztánban volt. De visszajött az Eszékbe. Ja, akkor most igazoltad. De aznap este kirakott egy asztanás meszt. Mezbe egy Insta-ba jegyzés. De akkor, hogyha valaki eligazol, mit tudom én, Horvátországban miért rak ki, még aznap este, egy napra köszönöm. Köszönöm szépen, hogy... Nem. Így kirakott egy ilyen frankai mezbe egy képet így magáról, My Story-ba. Jó, hát őt sem az eszét fogják elrabolni. Na. Próbálgató, hogy My Story az így miért vagy. Ismerkedett az Instagram-ban. Jó van, Laci. Jó van. Na jó, hát ezek ilyen Henti is fölkerült a listára, ti küldtétek. Ez a vackor első napja a második B-ben, ez meg Kleiners első napja az Instagramon szörfözött egy kicsit, tudod, szörfölt, próbálgatta, csetelt.
most hallottam egy pletykát a Plehezlerről, hogy valamelyik válogatottak kimentek Moszkvába, vagy nem tudom, U-10, nem tudom, más válogatottak. A Csávodi teljesen ki volt, hogy nem tudott fizetni Erzsébet utalványát kint Oroszországban. Ciri, ciri, ciri. Megint evezzünk a Fradi te vizeidre. De persze, a nevek jöttek, gyerekek, hát most mit csinálják? De semmi gond, de nincs ezzel, mondom. Tehát, hogy nekem annyira nem maradt meg, a név az megvan, hogy leigazoltuk, azt is tudom, hogy védőről van szó, de hogy bármit is a pályán alkotott valami maradandó, mint pozitív, mint negatív értelemben, tényleg abszolút nem. Figyelj, nem Borussia Dortmund nevelés, Dortmundban is játszott, két darab mérkőzése van, a nagy Dortmundban. Persze, Bajner is játszott a Dortmundban, most ez, na. Hát, őszinte leszek, nem érdekel. Duisburg, Mainz, St. Pauli, Fortuna, Düsseldorf és Fradi. Így a név megvan, hogy Koch, de hogy ő bármit is csinált volna, szóval ő is úgy volt volna, hogy idejött, egy kicsit izé futballozgatott itt Magyarországon, tiritolizott. Annyira nem rossz ajánló levél, amivel ő jött. Ugye azért egy Dortmund-18-as válogatott. Dortmund Akadémián 7 évet lehúzni, az szerintem nem annyira szar dolog. Főleg úgy, hogy utána a felnőtt csapatban is kétszer pályára lépett. A Duisburg se annyira rossz, Mainz, St. Pauli, Fortuna Düsseldorf. Bundesliga bajnok, 11-12. Vagy csak minden nem tett hozzá. Német kupagyőztes, 11-12. Igen, persze a Dortmundban, amikor kétszer lépett. Magyar kupagyőztes, magyar bajnoki ezüstérmes. Igen. Nyilván ő vitte a csapatot. Nyilván, nem egészen. Most komolyan tényleg, mondom, a magyar közeg teszi ezeket tönkre, bazd meg. Az fix. Ez te tényleg. Tehát 28 éves védő. Vagy kurva jó a magyar bajnokság. Vagy egyszerűen a magyar bajnokság annyira más játékrendszer, hogy egyszerűen a német képzésével, így, tudod, mint a FIFA Ultimate Teamben, ő egy piros vonalakkal van, egy ilyenkor körbevéve ott. Julian Kokot se választanám be a csapatomba. Nem. Basztus, hogy itt ülünk ketten, és fikázunk, hallod, egy német bajnokot, hallod, tehát... Jó, most... Fölköpök és alá. Kik vagyunk mi, hogy ezt megtehetjük? Kiről beszéltünk legutóbb, aki... Julian Koch. Nem, aki olimpiai bajnok lett. Fatusi. Kaptunk a Fatusi hideget, meleget amúgy az előző videóhoz vissza kapcsolva. Nagyon-nagyon sokan írtak. Csak ugye ott is elfelejtették, hogy az nem a mi listánk volt. Tehát ugye volt ja. Jó, Józsi Gyuri, ezt azért felraktuk meg a pölöskeit. Józsi Gyuri! Örülünk, hogy kommenteltek folyamatosan is, együtt éltek a videókkal. Folytassátok ezt a jó szokásotokat, ez alatt a videó alatt is nyugodtan. Kommenteltek, amíg eszetekbe jut egy-két kutyaütő, ami biztos eszetekbe jut. Aki legalább nézett két év NB1-et, annak legalább öt játékos minimum beúrik ilyen kétballábas, falágú, szerencsétlen. Képzetlen és szar. Most jön az én kedvencem. Franciel Hengemüle? De ő milyen? Brazil? Jó, Brazil Hengemüle. Aha, papa az 45-ben dobbantott. Mert azért lefőtt a kávé otthon Németbe. Ugye? Hova menjünk? Argentina, Brazília? Brazília, jó lesz? Jó lesz. Igen. Hát ott bujkált az SS vezérkar szerintem. Papa is valószínűleg ez a vonal. Te milyen vagy? Brazil vagyunk, pazdmeg. Brazil, nézd rám, hallod? Ember, hallod? Milyen vagy? Persze, Brazil vagyok. Azt mondja, figyelj! Grêmio, Eintracht Frankfurt 2, FC Egborn, Schaffhausen, Debrecen, 2000-ben megérkezett hozzánk Debrecenbe, úgyhogy nulla meccset nem produkált a csávú. Hát legalábbis itt a statisztika nem ír, de nem nullát, hogy semmit nem ír. Hát erre nagyon kíváncsi. Én erre konkrétan nem emlékszem. Ilyen. Azt azért itt látjuk, hogy ezt azért nem a Flamenco-ban lőtte, meg nem a San Paulo FC-ben. Nem mondott, hogy betalál. Na jó. Jó, hát Brazil megy a 8-ba, igen. Hát baszki, ez egy nagyon nagy játék. Hát ez igen, nagy gólokat lőtt. Jó, mondom, Magyarországon, hát az NBA színvonala azért, ez nem Brazília, na. Itt teljesíteni kell. Együtt kell élni a játékkal. Gólokat kell rúgdosni. Hengemüle nyilatkozott. Hengemüle. Fix, hogy 45-ben, mondom, nagypapa. Dobbantott. Mondom, lefőtt a kávé, aztán gondolt a Brazília jobban, mint Nürnberg. Mégiscsak. Visszatért Németországban a napokban leigazolt fiatal támadó Francia Rodrigo Hengemüle. Mint ismert a csatár, miután megegyezett a DVSC vezetőjével, hazautazott ügyeit intézni.
Tegnap csatlakozott először a kerethez, a német menedzserem segítségével kerültem Debrecenbe, ahol néhány napi próbajátékon vettem részt. Szerencsére a szakmai stáb elégedett volt velem, így ideigazoltam, ami nagy örömmel tölt el, hiszen kiváló gárdában futballozhatok. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy nem lesz könnyű a kezdőcsapatba kerülnöm. Hát nem volt az, kicsi szívem. Mivel nagyon sok jó játékos van a keretben. Hát persze, azok Cvitkovics meg ilyenekkel, mert Spitzmüller meg ilyenekkel. Hau, brazilok, ez itt az NBA. Várja, nagy a konkurencia, ezért rengeteget kell még dolgozom, oda kell tennem magam az edzéseken, hogy Subka Attila, megbízom, mert nem is szerepet szálljon nekem a mérkőzéseken. Suk Jun Jun Suk. Első YouTube-os találat, új kívásokra vágytam, mondta ezt. Suk Jun Jun. Won't want me, so he called my agent. Azt mondja, hogy érkezett Ajax nevelés, gyereke. Ajax nevelés. Tessék. Gröningenbe játszott. Nem Ajax nevelés, hanem Jongin City nevelés. Jó. Utána került az Ajaxba, ahol egy évet húzott le 3-0 gólt. A mérlege csatárként, nem olyan rossz. Alafi, Nacional, Setúbal, Porto, Trabzonspor, Debrecen, Troa. Most nézd meg, a 2016-17 szezonja, ez eléggé sűrű volt. Igen. 2016-17-ben minden négy. Ez voltak Törökországból, ez voltak Debrecenből, Franciaországban, ahol ment egy jó évet. Azért nem olyan rossz. 27 meccs, 6 gól, nem olyan rossz. De figyelj, még mindig a Setúbalnál hozta a legkomolyabbat, 33 meccsen, 13 gólt. Ez volt valószínűleg a pályájának egy csúcsa, és onnantól már így a lefele leszálló ágban volt a teljesítménye. Suk Jun Jun. Volt koreai válogatott? Vagy hogy figyeltek? Nem volt, nézd meg a gólját, atya. Muti. Nem volt ez olyan rossz. Na, jó, még ez egy gólja volt. És ezzel így kifújt. Első és utolsó gólja. Nézzük meg. A Debrecenben. Na, szét van varva, mint egy rendes focista. Mint egy rendes NB1-es focista. Ezt már szeretem. Mikor valaki hogy ünnepelnek Debrecenben. Ide, hogy be akar illeszkedni. Szerintem azért is igazolták le, hogy nézzük a kezdőcsapatot, itt van egy csomó akadémistánk, full televarva. Ez a gyerek is tele van varva, nem fog annyira kitűnni a sorban. Még azért rövid volt a neve, annyit nem kellett a mezre írni. Jun Jun Suk. Suk. Annyi volt a mezen, a Suk. Igen, szegény gróf, bazdmeg. Ó, de mi? Bám! Nem, amúgy ő nem akart fejelni. Nem? Ő nem akart fejelni, ő beleesett ebbe a fejesbe. Figyelj, gól, nem? Ennyi. De ezért ünnepeltettem a lehet egy kicsit. Ajax Akadémia nem hazudik, basszus. Csak ugye ő is eljött. Magyarországra. Debrecenbe. Ahol megint kinyírtak egy nagy játékos, mint a brazil. Engem ülét! Ez a Debrecen is olyan gyerekek, hogy kinyírja itt a tehetségeket, a nagy hát, legendákat. Mint Spitzmüller. Kinyírta a hegemülét, meg Hyun Sung Suk. De komolyan tudtam meg ezen kívül korai játékos? Jó, Park Ji Sung, nem? Azt az egyik. Anjuk Van, tényleg basszus! Perugia. Köszönjük, hogy ma is a Trollfoci YouTube channellel tartottatok, ahol ezt a kiváló, illetve kevésbé kiváló 10 külföldi játékost elemeztük. Hogyha van még esetleg ötletetek, már pedig biztos van, hogyha NB1-et néztek, hogy milyen játékosról, milyen kutyaütő játékosról beszélhetünk még itt a műsorban, akkor azt kommentben jelezzétek nekünk, lehetek, hogy kedvesek. És ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, és ha mellette megnyomjátok azt a kis harangombot, még értesítést is fogtok kapni csütörtökönként az új videóinkról. Jövő héten találkozunk, sziasztok! Betióa, Valport, Likes, Mancini, Hüssing, Refawolf, Henti, Koch, Hengemülle, Suk Jun Jun. Drops the mic. Na cső!